A nyírbátori kistérséghez tartozó Nyírgelse teljes népessége több mint 1000 fő, területe pedig alig 30 négyzetkilométer. Így azon kis települések közé tartozik, amelyek fejlődésére és fenntarthatóságára egyre nagyobb figyelmet fordít a kormány. Magyarország gazdaságának az erősödésével egyre több lehetőség van arra, hogy ne csak az uniós forrásokra támaszkodva, hanem az forrásokból is juttassunk azokra a vidéki településekre, amelyek 2010 előtt kifejezetten el voltak hanyagolva. Itt az utóbbi időkben én úgy látom, hogy nagyon sok energia és nagyon sok forrás fordítódott arra, hogy a településeken, a kisebb településeken is tudjuk az életvitelt segíteni, az életlehetőségeket javítani. Nyilván a gazdaságnak a fejlődése az egy eszköz erre, tehát az önkormányzatoknak ezek az ilyen típusú beruházásai, amit hazai forrásból a belügyminisztérium támogatásával ilyen esetben meg tudtak valósítani, azok is rendkívül fontosak, sőt egyre inkább fontossá válnak. A Magyar Falvak program például teljes egészében hazai forrásokból valósul meg. Két nagyobb mértékű beruházást fejeződött be Nyírgelsén. Közel 30 év után újra van saját konyhája az önkormányzatnak. Az ehhez szükséges mintegy 20 millió forintot az önkormányzat takarította meg 2017-ben és 2018-ban. A konyhán friss, a település által termelt alapanyagokból főznek közel 200 főre. Emellett a művelődési házat is sikerült felújítani. A művelődési ház egy 20 millió forintos beruházás volt, ami az adósság konszolidáció nem része a önkormányzatnak a pályázatán nyertünk el, ami azt jelenti, hogy Nyírgelse nem halmozott fel semmilyen adósságot, semmilyen tartozást, amit az állam átvállalt volna. Aznak a településnek volt egy ilyen kiírása, mi megpályáztuk, és akkor ezt megnyertük. Úgy gondoltuk, hogy mivel a központban van önkormányzattal szembe, akkor innen egy olyan szépíteni, mint az önkormányzatnak az épülete. Ezek a fejlesztések már befejeződtek, hamarosan azonban új projektek indulhatnak. Már elnyert pályázat teszi lehetővé például, hogy egészségház épülhet majd Nyírgelsén. Ez 60 millió forintos toppos forrásból valósulhat meg. Az építési engedélyeket már beszerezték, a tervek szerint idén látható jelei lesznek a beruházásnak. A 471-es főútvonal megújítása után a kerékpáros forgalmat ugye letereltük a főútvonalról külterületen, megépült Nyiradony és Nyírmegyes között a kerékpárút hálózat, és most a területfejlesztési operatív program jóvoltából belterületi kerékpárút építésén van a sor, így Nyírgelsén is, de különben Nyírmihályban, Nyírbogáton, sőt, mi több, még Nyírbátorban is kerékpárút építés előtt vagyunk. A térségben különben Nagykállóban, Újfehértón és Biriben és Balkányban is épülni fog kerékpárút reményeink szerint. A nyírgelsei kerékpárút tervei és az építéshez szükséges pénz már megvan. Jelenleg a megfelelő kivitelezőt keresik a munkálatok elvégzéséhez.